Cica haj, hová lett a vaj? Úgy látom a bajuszodom, most lesz neked jaj. Sziasztok, hát bejelentkezünk a csellengő csemetelakból, ahova te hazajársz. Ahova én hazajárok, így van. Emlékeztek biztos rád, hiszen 11. babáját várja Ingrid, ugye? Bizony. De hát ez kevés neki. Úgyhogy van még másik 14. Úgyhogy most megnézzük, hogy hogy zajlik itt az élet. Egyébként most csendes pihenő indult, tehát azért van ilyen nagyon nagy csönd, de ahogy láttátok, amikor beléptünk, volt bőven élet, és mindenki anya, anya, anya. Hát ezt hallják, és el szoktak hozzá, hogy ha én belépek, akkor anya, anya, és mindenki szokott leragadni engem, és így örülnek nekem, és megmutatják a kis éppen aktuális kincsüket, ami a kezükben van. Féltékeny? Ilyenkor egyébként a sajátod? Most érkeztem meg, és most... Igen, most anyára van szükség. És, de anya. Most van egy olyan időszakában, hogy anya, anya, jól van. És akkor ő a legkisebb, a sorban az utolsó. Egyelőre, mert igen. Ott van a legutolsó, most igen. A pocakban. És ő is utolsónak készült egyébként? Vagy hogy volt a ez? A negyediktől kezdve már mindenki az utolsó, tehát... Hogy... Tehát a negyedikre azt mondtam, hogy több nem lesz. Non-stop anyu, itt überelés van, bocs. Non-stop anyujék is így kezdték, tudod? 2, 3, 4, 5. És hol vannak a kismadarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arról még nem beszéltünk, hogy ez a dolog mikor született. Az én 6. gyermekem volt itt, az első gyermek ebben a bölcsödében, és szinte ráépült az egész. Olyan szinten, hogy amikor elkezdett beszélni, akkor ő kijelentette, hogy én és a Tünde néni csináltunk egy bölcsikét a gyerekeknek. És ő onnantól, tehát magáévá tette. Magáévá tette, és ő onnantól kezdve úgy kezelte ezt a helyet, mintha ő is üzlettárs lenne. És neki is van részesedés a bölcsébe, tehát akárhányszor találkozott a Tünde nénivel, mindig megkérdezte, és mi van a bölcsikémben. Aha. És ezt így kezelte. De én azért párhuzamosan, amikor ő még ide járt a bölcsibe, akkor a budai református gyülekezetben alapítottunk egy bölcsödét, ami mai napig működik, ahol én mai napig a háttérmunkában részt veszek. Uh-huh. Tehát bármilyen szervvel való kapcsolattartás az az én szerepem, de nem vagyok már ott gyerekek között, mert nem tudok két helyen ott lenni gyerekek között. Köszönöm, igen az anyám. Visszaviszed? Oda. Anyád, ki jön ma érted, api vagy anyi? Leoka! De én nagyon sok mindent el tudok képzelni, de azt nehezen, amikor az embernek otthon van egy bölcsője tulajdonképpen, mert hát 11... Nem bölcsője, különböző korúak. Ja, jó, oké, mert tényleg igazad van, oké. Tehát felnevel 11 gyereket, vagy mindenképpen a saját szintjén van, és akkor még gyerek. Tehát, hogy azért ez kevés lett volna, hogy azt mondja a gyermeket, hogy én bölcsim. Kevés lett volna, de mégis, amikor megadatott a lehetőség, mert a tulajdonos az úgy döntött, hogy... Megválik ettől a vállalkozásától, akkor kihasználtuk az alkalmat, és lecsaptunk rá, és akkor így megvettük, és azóta most már lassan 5 éve üzemeltetem ezt a helyet, és én vagyok itt most a bölcsi mami, bölcsi anyu, vagy hogy is hívjam. Aludni. Te is bölcsis vagy, Borbi? Nem. Gyere, nézzük, kimegyünk, hagyjuk aludni a babákat, jó? Beugrottál a anyához? Beugrottam. Enni? Persze. Valójában egy fél órára, csak éreztem. Hát mi elraboltuk, bocsánat. Te nem vagy, te is tudsz lenni egy kicsit óvó bácsi. Akkor tulajdonképpen mindig van egy-két gyerek, amelyik a sajátod, hiszen így korban, ahogy jönnek egymás után. Igen, tehát ahogy kinőnek ilyen és mennek az óvodában, úgy szoktak egy vagy maximum kettő itt lenni. De szünetbe szeretnek azért visszajárni ide, akik már kinőttek innen. Hát igen, mondjuk enni. Például a nagyobb, akik igen, szeretik az ebédet, megkérdezik, hogy ha maradt-e maradék, és akkor ők szívesen elfogyasztják, de
de a nagyobbak szeretnek babázni, mintha otthon nem tudnának, de szeretnek itt is babázni. De látom, hogy három különböző korú gyereked van itt, mert ugye van a Borbolya. Hát igen, a tulajdonos. Ugye, a tulajdonos kisasszony, igen. Az alapítója a bölcsödének. És akkor te, Borbolya, te mindig itt végzed a napod? Vagy hogy nem. Is nem, Farsang volt az iskolában, és már 11-kor haza lehetett menni. És ide jöttem. Ide jöttél haza? Igen. És te emlékszel egyébként erre, amikor ilyen kicsi voltál, és itt voltál bölcs? Igen. És most is így visszahúz a szíved ezek szerint? És akkor valószínűleg anyától te fogod majd ezt átvenni, ugye? Majd felnőttként. Hát látom, nagy az elkötelezettség. És ő a még a kis tesó, ugye? Igen, és akkor a bátyád volt még itt, tehát így hárman is jöttetek. És akkor te már ilyen óvónéni? Vagy ilyen testvér szinten működsz a gyerekekkel? Igen, olyan jó ilyen kapcsolat van a gyerekekkel, hogy leülök a kanapére, és már három gyerek ide jön. És már így boldogan mellé ülnek, meg mondják néha a nevemet, de nyáron egész végig itt voltam, szóval ismerem már nagyon őket. De és sokszor, akinek sok testvére van, mert hát neked azért van egy pár. Nem mondtad meg a gyerekeket? Tehát, hogy még ilyenkor még kisgyerek társaságban menni, mert otthon is van nálad. Hány kisebb van? Hány tesód? Kisebb, mint te? Tehát... 4. Hát igen, tehát végülis ott is egy kis bölcsik van. De, hogy nem unod? Tehát nem. Ez, hogy nem a saját korosztályoddal vagy lóksz valahol? Nem. Mert hogy hálásak? Vagy mi az, ami miatt? Nem tudom. Mert szeretem, hogyha nyitjuk velük, meg mosolyognak rá, megölelni. Meg ők is visszaölelnek. Sok szeretetet kapsz. És akkor ez a legfontosabbik, az a szeretet. Le ne essél itt nekem hátra. És most szerinted ő kislány lesz, vagy kisfiú? Kislány, szerintem. Érzed? Mert? Hát mert eddig mindig úgy volt, hogy kislány, kisfiú. Így jöttek sorba a gyerekek? Kivéve engem meg a hangát. És meg az István, meg a Csongor, mert két fiú és két lány. És akkor ugye Gergyi után lány jönne. Hát de. És akkor ha lány lesz, akkor milyen virágneve lesz? Iris vagy Erzsébet, ezen gondolkozik. Oh. Mind a kettő gyönyörű. Megkeresik a szüveget, tejcsit kész. Tejcsit? Nincs tejcsit. Azt én nem hiszem, hogy nincs tejcsit. Egy, az egyik lányától. Az is megvan. Megvan? Mindenek megvan. Látom. Te egy csipó. Zita vár bent. Zita vár bent. Bizony, Zita. Gergőcske. Egyébként van olyan gyereked, amelyik féltékeny a másikra? Vagy a különbözőek ők ebben? Ugyanúgy nevelted őket? Vagy ugyanazt a példát mutattad, mégis különbözőek? Vagy... Elvileg egymással nem féltik. Nem. Van, most a Gergőnél van ez az időszak, hogy így jobban ragaszkodik. De ez pont most hiányoztam otthonról 5 napot, hogy a kórházban voltam a nővérével. És emiatt van ennyire szorosan, hogy most így van cuppanga, hogy nehogy anya megint eltűnjön. Igen. Anya és vállalkozás. Na ez elég ritkán szokott menni még akkor is, amikor mondjuk egy gyereke van az embernek. Mert te ma már mondtál olyat, hogy mindegy, hogy egy vagy 12, sőt, én néha az ikreseket jobban, vagy hogy mondjam, tehát hogy csodálkozol rajta, vagy le a kalapodat, emelet meg kalapodat. Meg az egygyerekesek előtt is. Tehát ez hogy van? Igazából, hogyha egy gyereke van valakinek, akkor az egy olyan 0-24 órás műfaj, mert nincs, akivel játszol a gyerek, tehát nincs az 5 perc én időm sem, amikor le tudok ülni bármit csinálni, mert folyamatosan vele kell lenni. Míg ha van egy testvére, akkor már tud kivel játszani, és vannak bizonyos időszakok, amikor nem anyán lóg a gyerek, hanem leköti magát bármivel is. De egyedül egy gyerek, hát nem szeret egyedül játszani. Lehet bármennyi játéka. Anya, gyere velem, és üssünk, főzzünk együtt, és mindig van valamilyen óhajas óhajas. Egyébként te gyerekeid egymással játszanak? Játszottak, amikor mondjuk három lett, aztán négy, aztán hat. Mert olyan is van, amikor tudod, kettő gyerek van, és nagyon nem akarnak egymással játszani. Van, tehát, hogy játszanak együtt,
És a férjem szokta azt mondani, hogy a három gyerek az az ideális, mert akkor kettő, ha beklikkesedik, a harmadik az mindig közéjük akar menni. És akkor mindig van olyan, hogy ha össze is vesznek, előbb-utóbb kíváncsi lesz az, aki kiszorult a játékból, tehát valamit fog csinálni, hogy őt is visszavegyék a játékba. Tehát, hogy mindig van egy dinamikája mindig akkor a hármas közösségnek. Igazából otthon már több gyerek van, ott mindig valaki valakivel megtalálja éppen aktuálisan azt, amit szeretnének együtt csinálni. De ez változó, mert nálunk is változó. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy a 10 gyerekből stabil klikkesedések vannak, nem. Tehát mindig valaki valakivel éppen amit csinál. És akkor most, amikor még megszületik a pici, akkor nyilván vagy ide be fogod hozni, vagy hogy lesz? Vagy majd a Borov helyetted is itt lesz, és... Nem, hát a Borov egy gyerek valójában, de hát ha abból indulunk ki, hogy Gergővel nagyon hamar visszajöttünk, és itt voltunk, akkor igen. Tehát az embernek, amikor már van egy vállalkozása, akkor másképp gondolja végig. És én szerencsés helyzetben vagyok, mert a vállalkozásom az, amit egyrészt szeretek csinálni, és tehát Gergőnek mindegy volt, hogy otthon vagyunk a sok testvér között, vagy itt vagyunk a sok gyerek között, tehát hogy minden gyerekek között volt. Egyébként. Egy megélhetési forrás, egy misszió, a játék, tehát hogy mivé vált? Alapvetően ugye egy vállalkozás az, ha nem hoz a konyhára pénzt, akkor miért csináljuk? De én szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez az, amit szeretek csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én nagyon jól érzem magam, és ez amit mindig is szerettem csinálni, a gyerekekkel együtt lenni, és velük játszani, és velük foglalkozni, tehát ez amit én szeretem. Ez zsigerből jön. Jó, de lehetnél otthon a gyerekeiddel, csak ott nem vagy, és ott van még négy legalább olyan korú, aki azért állandóan otthon. Otthon vagyok, és otthon a mosogatás, otthon a mosás, a fő. Tehát mindig van valami, ami nem ugyanaz. Uh-huh. Tehát otthon mindig valami elviszi arról a dologról a figyelmet, amit szeretek csinálni, hogy leüljek és velük legyek. Persze, van ilyen időnk is, amikor leülünk, és együtt játszunk, és elősorozunk, de egy háztartást is vezetek otthon. Tehát, hogy ezért ott megoszlik a itt viszont azt csinálom, amit szeretek, hogy vagyok. Mondjuk főzöl a gyerekeknek. Azt csak a délelőttemből lop el. Oké. De igen, és ez az egyik erőssége is, úgy érzem ennek a bölcsödérek meg a szülők visszajelzése alapján is ez az egyik erőssége, hogy mi itt főzzük meg az ebédjüket. Házi koszt van, tudják, hogy mit esznek, és nem egyszer volt olyan, hogy valamilyen problémával küzdött a baba, vagy szorulás, vagy akár nyugdíjas, akkor hetekig fotóztuk, hogy mit eszik, és aztán visszajöttek a szülők, hogy hát azt mondta a doktornéni, hogy de jó, hogy ilyen jó dolga van ennek a gyereknek, hogy ilyen ilyen az ellátás. Úgyhogy ezekből a visszajelzésekből úgy érzem, hogy ezt jól csináljuk, és ezeknek is szeretnék átállni egy rendeléses megoldásra. Mikor vagy fáradt? Szoktál te fáradt lenni egyáltalán? Hát szoktál fáradt is lenni, de alapvetően nincs időm azzal foglalkozni, hogy fáradt vagyok. Tehát, hogy zajlik az élet, pörgök, és nincs időm azzal foglalkozni, hogy fáradt vagyok. Tehát, néha van, hogy este hazaérek, és akkor kell egy fél óra, még így szétesek és lefújok, és akkor így hagyom mindenki békén, de aztán utána pedig ugyan, hogy beállunk az otthoni dolgokban, és pörgünk tovább. Haza! Haza! És ki jön érted?
Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Most itt.